A magyar birkózó válogatott a hétfőn kezdődő olimpiai kvalifikációs világbajnokságra készül Las Vegasban. Módos Péter viszont nem kockáztatott. Márciusban ismét megsérült válla miatt kihagyja a VB-t. Most már birkózok több mint egy hónapja. Voltam a srácokkal már Tatán edzőtáborba, mielőtt elutaztak. Megmondom őszintén, hogy az egyik szemem sír, a másik viszont örül, mert mivel hogy lemaradtam a világbajnokságról, ezért valamennyire azért elkeseredett vagyok, hiszen azért tényleg szerettem volna ott lenni és megszerezni a kvótát, de másrésztről nagyon örültem, amikor láttam a srácokat, hogy milyen jó formában vannak. Ez valamilyen szinten viszont felvidít, hiszen mi már tényleg úgy vagyunk a csapatban, mintha testvérek lennénk. Az egyik legkisebb testvér pedig most egy fitness teremben is edz, de nem egyedül. Egy profi ketrec harcosra gyűrik egymást hetente több alkalommal, ezzel is segítve egymás felkészülését. Szeretem, hogyha a ketrec szélén vagyok, ővel tudom ezeket a szitukat gyakorolni, ő elmutogatja nekem. Én pedig igazándiból nagyon ritkán, hogyha valami eszembe jut, akkor hozzáteszem, de szakmailag azért ő jóval jobban ott van, sőt. Kőkemény? Igen, iszonyatosan. Pedig a márciusban már negyedszer műtött vál miatt azért sokszor még visszafogottabb egy-egy szituációban az 55 kg-ban olimpiai bronzérmes birkózónk. Most, ahogy már Tatán voltunk, már ilyen 105 kilóval nyomogattam fekve, ami azért egy egész jó egy ilyen sérülés után, hiszen még csak szinte fél éve volt az a sérülés, de gyakorlatilag már úgy érzem magam, mintha nem is lett volna megműtve a vállam. Nyilván ez ilyenkor kell legjobban figyelni, mert az ember megfeledkezik róla, és újra jön egy sérülés, úgyhogy szépen fokozatosan jövök most már vissza. Novembertől kezdődik az alapozás, idén a csapatbajnokságon pedig már újra szőnyegre lépne versenyen is a csontinak becézett sportoló, de addig is szurkol, ahogy ő említette a riport elején, a kötött fogású családnak. Nekem ugye a favoritjaim azért ugye a Tomi, a Lőrinc Tomi, ugye nekem tényleg mi most már több 10 éve vagyunk szobatársak, szóval tényleg olyan, mintha a bátyám lenne. Megmondom őszintén, hogy nagyon bízok még a Lőrinc Viktorba, illetve a bácsi Petire gondoltam még, hogyha nem szól közbe semmi a fogyasztásnál, akkor úgy gondolom, hogy ő is simán meg fogja szerezni a kvótát, sőt dobogóra fog állni. És aki még ugye nem kvótás új csoportban, úgy gondolom, hogy a Korpási Bálintnak lehet esélye fölállni a dobogóra. A magyar csapat 21 fős kerettel vesz részt a hétfőn kezdődő birkózó világbajnokságon.